Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Támogatják a helyi közösségeket, komoly pénzügyi segítséget kapnak a civilek és sportolók Tolnán. Meglátták és elvitték. Adománygyűjtő dobozt lopott a két férfi. Éremeső hullott a szekszári dzsúdósokra. 4 helyezéssel tértek haza a szegedi magyar bajnokságról. 36 mintát értékelt a zsűri. Egyre jobb minőségű pálinkák készülnek a térségben. Idén is komoly pénzügyi támogatást nyújt a tolnai önkormányzat a városban működő civil szervezeteknek és a kiemelt sportegyesületeknek. Erről már döntött a képviselőtestület, a számokat pedig be is építik a költségvetésbe. Biztonsággal indulnak neki az idei évnek Tolnán, már ami a város költségvetését illeti. Ehhez az kellett, hogy 2022-ről jelentős tartalékokat halmozzanak fel, ez pedig sikerült is. Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere azt mondja, ennek köszönhető, hogy a civil és a sportegyesületeket idén is a tavalyival azonos mértékben támogathatják. A sportegyesületekre 10 millió 200 ezer forintot fogadtunk el, tömegsportpályázatra 800 ezer forintot, közművelési pályázatra 3 millió forintot és értékvédelmi pályázatra pedig 2 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy Tolnán csak az önkormányzat támogatásának köszönhetően 16 millió forinthoz jutnak a civil közösségek az idei évben. Ehhez jönnek még a különböző pályázatok, egyes esetekben a központi költségvetés támogatásai és a szakszövetségi pénzek, valamint a felajánlott 1%-ok. Tolna egyébként nemrégen jelentős rezsikompenzációt kapott az államtól, így nem kellett a tavaly évben félretett megtakarítást teljesen felélniük az energiárak növekedése, vagy például a minimálbér emelés miatt. A rezsinövekményre mi kaptunk majdnem 133 millió forintot a kormánytól, tehát ezeket is már a megfelelő helyre osztályvezető asszony betette a költségvetésbe, tehát az a körülbelül 2,5 milliárdnyi főösszegű költségvetésben nagyon tervezhetően próbáltuk a kiadásokat, a működési kiadásokat betenni. Tolnán várhatóan március elején fogadja el a helyi képviselőtestület a város idei költségvetését. Orbán Viktor miniszterelnök a családok és a nyugdíjasok érdekében hozott intézkedéseket sorolva elmondta, a kormány döntött arról, hogy 2023-ban is fenntartja a rezsicsökkentett árak rendszerét, az átlagfogyasztás mértékéig. Hozzátette, a kormány azzal számol, hogy a díj idén is az áram piaci árának fele, és az a piaci gázár egynegyede lesz. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család a csökkentett árakon keresztül havonta 181 ezer forintot spórol, jelentette ki a kormányfő, aki ezt a támogatást egész Európában egyedülállónak nevezte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a rezsicsökkentett árakon keresztül egész Európában Magyarország költi a legtöbbet a családok rezsitámogatására. Ennek köszönhető, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a gáz és a villamos energia ára a háztartások számára. Ezt 2023-ban is tartjuk, és ennek a pénzügyi fedezetét is előteremtettük. Minden segítséget megadnak a postai létszám leépítésben érintett dolgozóknak, közölte Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a Gazdaságfejlesztési Minisztérium keddi közleményében. Az államtitkár felidézte, hogy a Magyar Posta az elhúzódó háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzet miatt 1200 főt érintő leépítésről határozott. A társaság felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatási színvonal nem fog csökkenni, a létszám racionalizálását részben az elmúlt évek hatékonyságjavító fejlesztései teszik lehetővé. Comba Sándor a közleményben hangsúlyozta az érintett munkavállalók mielőbbi elhelyezkedése érdekében, az államtitkárság minden lehetőséget megvizsgál, tájékoztatással és szükség esetén képzési programokkal segíti a dolgozókat. Prioritás, hogy az elbocsátás előtt álló dolgozók lehetőleg egy napot se töltsenek munkanélkül, vagyis a munkából munkába elv érvényesüljön esetükben is. Egy hospice alapítvány adománygyűjtő dobozát lopta el két férfi az egyik szekszárdi kisboltból. A rendőrök alig egy óra alatt elfogták a tolvajokat. A 15 éves dunavecsei fiú és a 32 éves decsi férfi azt mondták, hogy meglátták az üzlet bejárata mellett kihelyezett ládát, és gondolták, hogy elviszik azt.
Az egyik szekszárdi üzletből értesítették a rendőröket a napokban, ugyanis a boltban kihelyezett adománygyűjtő dobozt ellopták. Kollégáim helyszínen adatot gyűjtöttek, majd ezt követően az elkövetők felkutatására indultak, és egy órán belül elfogták őket Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utcában. Két tolvajról van szó, egy 15 éves dunavecsei fiúról, valamint egy 32 éves decsi férfiről, akik alkalomszerűen lopták el ezt az adománygyűjtő dobozt az egyik helyi boltból. A rendőrök mindkettőjüket előállították és gyanúsítottként hallgatták ki lopásvétség elkövetése miatt. A 15 éves fiúról kiderült, hogy a dunavecsei gyerek otthonból szökött meg nem sokkal korábban, ezért őt a hatóságok már körözték is. Az ellopott adományból valamennyi előkerült, de a tolvajok a pénz nagy részét már elköltötték. Az eljárást a szekszárdi rendőrkapitánysági bűnügyi osztályán folytatják. Halálos baleset történt Nagymányokon. Február 28-án, nem sokkal reggel 5 óra után egy munkásokat szállító mozgó buszról esett le egy éppen leszállni készülő 60 éves dombovári nő. A rendőrök és a mentők bár azonnal a helyszínre siettek, az asszony életét már nem tudták megmenteni. A helyszínen beszerzett bizonyítékok és adatok alapján a Bonyhádi rendőrkapitányságon halálos közúti baleset gondatlan okozása, vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Csaknem minden harmadik üzletben jogsértést tártak fel a pénzügyőrök az ország egész területén. Az ellenőrök kocsmákban, presszókban, éttermekben és vegyes kereskedésekben is vizsgálták a jövedéki szabályok betartását, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden. A NAV járőrei kiemelkedő eseteket is feltártak, például egy kisboltban a raktár polcrendszere alatt kialakított zugban több műanyag palack zárjegy nélküli szeszes italt találtak, máshol ukrán cigarettára bukkantak. A termékeket lefoglalták és jövedéki eljárást indítottak, közölte a NAV. Éremeső hullott a szegedi judó ifjúsági magyar bajnokságon a szekszári sportolókra. 5 nevezővel indult a Tolna vármegyei együttes, közülük pedig 4 helyezéssel tértek haza. Folyamatosan minden hétköznap tartanak edzést a szekszári Gemenz judó klub tagjai. A sportolók eredményein ez meg is látszik, nem szűkölködnek az országos eredményekben. Legutóbb a szegedi ifjúsági magyar bajnokságról tértek haza több éremmel is. Sárosdi Ákos még egészen fiatalon egy vele született, a lábát érintő rendellenesség ellensúlyozása céljából kezdett judóval foglalkozni. 2013-ban egyszer már megnyerte ezt a versenyt, most pedig a 81 kilós kategóriában sikerült neki ugyanez. Volt 4 meccsem, abban az első 3-at hát úgymond simán megnyertem, vagy hát könnyebben, mint az utolsó. De az utolsó az nagyon nehéz volt, 11 percig tartott, és hát nyögben helyes volt. A 42 kilósak között induló Beke Csongor mindhárom ellenfelét iponnal verte meg. Ő is első helyezést hozhatott haza Szekszárdra. Fiatalkora ellenére szép sportmúltat tudhat már maga mögött. Apukám régen zsúdozott, és elvitt egy edzésre, és megtetszett. A szekszárdi klub most az országos tabella 5. helyén áll, ami kifejezetten előkelőnek számít ahhoz képest, hogy előttük csak olyan nagy csapatok szerepelnek, mint például a Budapest Honvéd vagy az MTK. Kicsit a felkészülésben, hogy fogalmazzak, nem egy ideális időpont egy magyar bajnokságnak számunkra, mivel évvégén övvizsgákat szoktunk tartani, és komoly alapozást csináltunk idén, és gyakorlatilag a formaidőzítésre nem maradt idő, de természetesen elmentünk, elutaztunk a magyar bajnokságra, 5 fővel indultunk, 4 helyezés sikerült elérjenek, abból 3 érmes helyezés lett, és Sárosdi Ákos a 81 kilós súlycsoportot, mondhatom azt, hogy nagyon nagy magabiztossággal megnyerte. A szekszárdi sportolók azóta már túl vannak egy területi versenyen is, azt néhány napja Baján rendezték meg. Megjósolhatatlan, hogy pontosan mikor fog kicsúcsosodni az influenza járvány, de a vírus szakértő azt mondja, a következő 3 hétben csúcs közeli állapotban leszünk. Rusfai Miklós szerint a mostani járvány akár komolyabb is lehet, mint az 8 évvel ezelőtt volt. Az influenza mellett a koronavírus és az RSV is jelen van, a tünetek pedig nagyon hasonlóak. A kutató kiemelte, hogy mindhárom esetben előfordulhat a tünetmentes átvészelés és terjesztés. A mostani hűvös, borús időjárás egyértelműen segíti a vírusok terjedését. A járvány csökkenésével esetleg március 2. felében számolhatunk, ha naposabbra, szárazabbra és szelesebbre fordul az időjárás, tette hozzá a víruskutató.
Kihirdették a pálinka verseny eredményeit NAKON. A tolnai településen rendezett megmérettetésre 36 minta érkezett. A zsűri értékeléséből kiderült, egyre jobb minőségű és méltó megjelenésű nedük kerülnek ki a gazdák kezei közül. Ezúttal a barack pálinkák voltak kiemelkedőek, de különleges gyümölcsökből is készültek italok. Pálinka versenyt rendeztek NAKON. Hosszú évekre tekint vissza, nagy hagyománya van ennek az eseménynek a Tolna vármegyei településen. Két éve ugyan ki kellett hagyni a koronavírus járvány miatt, most azonban ismét megrendezték a megmérettetést. A mai versenyre 36 pálinka érkezett, és el kell, hogy mondjam, hogy az évek tapasztalata alapján nagyon-nagyon sok pozitív változás történt, mind megjelenésbe, ahogy ezt a hungarikumot elénk teszik az asztalra, mert bizony először még megkaptuk PET-palacba, most már gyönyörűen felcímkézett, üveg-üvegbe, zsugorfóliával, dugóval ellátva, tehát megjelenésben megkapják a pálinkák a hungarikumnak megjáró tiszteletet, és bizony a pálinkák minősége is rendkívül finom és kiemelkedő. A tavalyi évjárat nagyon kedvező volt a barackoknak, kajszi barack, őszi barack, ez itt a versenyen is megmutatkozott, nagyon finomak voltak. A jól ismert gyümölcsök mellett többen újításokkal is próbálkoztak. A zsűri egyetértett abban, hogy egyre több a kísérletező gazda. Több szempontot is figyelembe vettek a bírák az értékelés során. Nem volt egyszerű a döntés, hiszen a barack kiemelkedő minőségű volt a tavalyi évben, de a különleges pálinkák is rendkívül jól sikerültek, tette hozzá Füleki Zoltán. Az őszi barack és a kajszi barack volt a nagyon kedvező időjárásnak köszönhetően nagyon finomak, úgyhogy egy kajszi barack pálinkát hoztunk ki az év pálinkájának, és egy külön díjas pálinkának pedig egy őszi barack pálinkát. De volt nagyon finom füge pálinka is, ami majdnem-majdnem labdába rugott, illetve hát volt még azért vadkörte, ribizli, voltak különlegességek, finomak. A mai versenyen, mondom, a kajszi barack és az őszi barack rúgott a labdába. Az eredményhirdetést követően vacsorával kedveskedtek a résztvevőknek. A zsűri arra bíztatta a versenyzőket, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel készítsenek pálinkákat, amiket a jövőben is szívesen megkóstolhatnak. Vas Albert felolvasó maratont rendeztek immár 16. alkalommal országszerte. Ehhez csatlakozott a dombovári Vas Albert olvasókör is. Az erdélyi író költő idén 25 éve, hogy meghalt, ennek emlékére az irodalmár életéről készült összeállítást adták elő a kör tagjai. Az eseményt a dombovári művelődési házban rendezték meg. Regionális híreink következnek. Óriási veszteségek. Egy éve tart az orosz-ukrán háború. A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kovács Béla házánál emlékezett a pécsi polgári közösség. 20 díj és 8 elismerő oklevél. Átadták a kitüntetéseket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Február 24-e, egy évvel ezelőtt, ezen a napon tört ki az orosz-ukrán háború. Az elmúlt esztendőben rengeteg veszteség érte a szomszédos ország lakóit. Erre emlékeztek a Magyarországon élő ukránok többek között Pécsen is. Egy év, amely örökre mély sebeket hagyott a szívünkben. Így jellemezte a pécsi ukrán önkormányzat elnöke az elmúlt esztendőt, ugyanis már egy éve zajlik az orosz-ukrán háború. Február 24-én az évfordulón mondott beszédet Popovics Jelena, aki úgy véli, ez a fájdalom, a bánat, a hit és az egység éve, a legyőzhetetlenség éve volt. Egyetlen háborús nap is már halálosan hosszú idő, hiszen az orosz támadás első napján is már sok honfitársunk meghalt. Egyetlen háborús hét is már jóval tehetetlenül hosszú, hiszen már az első héten a megszállók rakétai és golyai ukrán gyerekeket öltek meg. Egyetlen hónap háború is már végtelenül fájdalmas, mert ennyi idő alatt az agresszor földet tette egyenlővel Bucsát és Mariupolt. És most már egy teljes éve tart ez a háború. Elhunytakra, a fronton harcolókra, szeretteikre emlékeztek ezen a napon a Magyarországon élő ukránok. A szomszédos nemzet annak ellenére, hogy 365 napja folyamatosan teljes körű támadás éri, kitart az igazság mellett, és bízik abban, hogy a fény legyőzi a sötétséget. Ma valami más ünnepeljünk. Nem a háború évet, hanem az ellenállást évét. Az állóképesség, kitartás évét.
a védelem és a kölcsönös segítségnyújtás évét, az emberiség évét, az elpusztíthatóságunk évét. Nem törtünk meg, sok kihívást leküzdöttünk, és győzni fogunk. Az egész világ támogatja Ukrajnát. 365 nap háború, 365 nap segítségnyújtás. A magyar kormány álláspontja egyébként továbbra is változatlan. Ki kell maradni a háborúból, sürgetni kell a béketárgyalásokat és segíteni a menekülteket. Ha Európa bevonódik a háborúba, ha NATO tagországok vesznek részt a konfliktusban, az a harmadik világháború kitörésével fenyeget, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy véget érjen a hadviselés. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a pécsi polgári közösség tagjai február 25-én Patacson. Az ünnepi beszédeket követően a kegyelet koszorúit helyezték el a kisgazda politikus, a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt, megkínzott Kovács Béla emlékházánál. Emlékezni, koszorúzni érkezett a pécsi polgári közösség. A kommunista diktatúra emléknapját tartották a Pécs melletti Patacson. Kovács Béla kisgazda politikus egykori agrárminiszter emlékházában mondott beszédet, Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője. Annak idején Kovács Béla volt az, aki emberileg és erkölcsileg példát mutatott, és akiben ott rejlett a lehetőség, hogy nagy államférfi legyen. Mondta Göncz Árpád, Magyarország rendszerváltás követően elsőként demokratikusan megválasztott köztársasági elnöke. Egy potenciális államférfi a város szülöttje, ezt mi pécsiek nem igazán tudjuk felfogni. Akkor Patacs még külön település volt, most már szinte egybeolvadt a várossal. Egy igazi pécsi államférfi jelölt szerepben léphetett be a II. Világháború után a magyar közéletbe, Kovács Béla, tette hozzá a frakcióvezető. Ezt a lehetőséget vették el tőle azok a kommunisták és az a vörös hadsereg, amelyik országgyűlési képviselőként gyakorlatilag a parlamentből elhurcolva ellehetetlenítették, hogy a továbbiakban is azon munkálkodjon, amit addig hitének vallott, és hogy egy polgári demokráciát építsen fel Magyarországon a II. Világháborút követően. Hoppál Péter országgyűlési képviselő beszédében többek között a kommunista diktatúra alatt elszenvedett ideológiai hibákról, a bűnösök hatalmi vágya miatt bekövetkezett tragédiáról beszélt. Tudjuk jól, hogy a kommunizmusnak 100 milliót meghaladó emberáldozata volt a világon, és ebben bizony ott vannak bűnösként azok az ideológusok, akik feltárták, hogy hogyan kell a kommunizmust, a szocializmust felépíteni, létrehozni világszerte. De legnagyobb bűnösként ott vannak azok a terroristák, akik rendre külföldi ügynökökként, külföldi finanszírozásban egy-egy ország másik országgal szembeni vágyott hatalmi érdekeinek végrehajtása érdekében képesek voltak saját hazájuk ellen fordulni. A kommunizmus áldozatai Kovács Béla szülőházában arra figyelmeztetnek 2023-ban, hogy a külföldről fizetett hazájukra támadó terrorista ügynökök 1919-ben a Tanácsköztársaság idején is nyomot hoztak hazánkra, majd 1947-48 után a Rákosi korszakkal és a kádári gyilkos diktatúrával is ezt tették. Hangsúlyozta Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Nagyon fontos, hogy ezek a gesztusok ma is itt vannak, itt élnek közöttünk. Érzékelhető, hogy a Facebook kommentelők milyen indulatokkal vannak a fennálló többségi társadalmi berendezkedés ellen. Nagyon fontos, hogy megtartsuk az értékeinket, és nemet mondjunk a kommunizmusnak mindenféle gesztusára, a terrorista hajlamokra, és arra a baloldali értékkövetésre, amely csak a külföldi érdekeket próbálja meghonosítani a hazánkban. A megemlékezés a kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget Kovács Béla szülőházának emléktáblájánál. Átadták a baranyai gazdasági díjakat a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A kitüntetésekre több javaslat is érkezett a szakemberektől, végül 20 díjat és 8 elismerő oklevelet osztottak ki a gálaesten. Egyebek mellett kitüntették az év üzletemberét, odaítélték a Baranyai Innovációs díjat, vagy éppen a szakképzési díjat.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara idén is díjazta a vármegye kiemelkedő gazdasági szereplőit. A kitüntetési rend alapján a kamara elnöksége döntött a kamarai díjak kitüntetettjeiről. Az elismerésekre számos javaslat érkezett a testületek és tisztségviselők részéről. Egy gálaest keretében ki is osztották a díjakat, összesen 20 darabot, és 8 elismerő oklevél is gazdára talált. Egy ilyen esemény nagy jelentőséggel bír, főként a mostani nehéz időszakban. A gazdasági teljesítményeket kevésbé ismerik el mai társadalmunkban, tehát a műszaki gazdasági tudás, kiemelkedő munka az nem annyira elismert. Illetve a Magyar Megyei Szolidáris Üzleti Közösségének ma az a feladata, hogy ezeket megtalálja és kitüntesse. Minden ilyen elismerés, kitüntetés láthatóan inspirálja azt a közeget, a vállalkozói közeget, amelynek tagjai kapják, és most nagyon ránk fér, mert mind a világban bolondogok fúdulnak, ugye Magyarországon is nehéz helyzetben vannak a perifériák, tehát ahhoz, hogy átvészeljük, megtartsuk munkaerőinket, kollégákat, és fejlődjön a megye, ezt mindent be kell dobni. A kitüntetések között szerepelt Zsolnai díj, Életműdíj, Innovációs díj, de kiosztották az év kereskedője, kézművese és az év üzletembere elismeréseket is. Ez utóbbit a HR&K Kft. Tulajdonos ügyvezetőjének ítélte oda az iparkamara. Feleki Attila stábunknak elmondta, nagy megtiszteltetés elnyerni ezt a címet. 20 éves kora óta vállalkozó, kétkezi munkával, árufuvarozással kezdte első vállalkozását, amelyet számos üzleti profillal épített fel lépésről lépésre a mai állapotig, amikor is cége az ország egyik legmeghatározóbb foglalkoztatójává nőtte ki magát. Remélem, mások fontosabbnak tartják, mint én, mert akik odaítélték, azok erre méltónak találtak. Itt az előbb is elmondtam kollégáknak, barátoknak, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő az ember életében, mert egy olyan hosszú visszatekintést enged a pályafutásában, amikor egy picit megáll az ember és visszagondol arra, hogy hol kezdtük. Bár ez a tavalyi évnek szól, de hát természetesen ez egy hosszú, akár évtizedekre visszanyúló helyzetet tükröz. Dacára annak, hogy az idei a veszélyek éve lesz a gazdasági szférában, a legtöbb szereplő bizakodva tekint a jövőbe. Mivel Baranya a rendszerváltás óta nem büszkélkedhet jó mutatókkal ebben az ágazatban, ezért különösen fontos, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Ez kell ahhoz, hogy a térség gazdasága ne süllyedjen mélyebbre, hangzott el az eseményen. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Támogatják a helyi közösségeket, komoly pénzügyi segítséget kapnak a civilek és sportolók Tolnán. Meglátták és elvitték, adománygyűjtő dobozt lopott a két férfi. Éremeső hullott a szekszárdi dzsúdósokra, 4 helyezéssel tértek haza a szegedi magyar bajnokságról. 36 mintát értékelt a zsűri, egyre jobb minőségű pálinkák készülnek a térségben. Szerdán eleinte több, majd egyre kevesebb lesz a felhőzet felettünk, így nagyrészt napos idő várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad, kismértékben emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka délnyugaton várható sok felhő, kisebb eső is előfordulhat, másút csillagfényes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!